Sziasztok! A mai videóban ismét második világháborús témát hoztunk nektek, ezúttal azonban nem egy titkos ügynökről vagy valamely csatáról, hanem a németek csodafegyvereiről lesz szó. Sokan már biztos tudjátok, mit takar ez a kifejezés, de mielőtt részletesen belemennénk, foglaljuk össze röviden, miről is van szó. A Wunderwaffe, azaz csodafegyver, egyfajta német propagandafogás volt a második világháború végén. A náci vezetők a csodafegyverrel, pontosabban a csodafegyverekkel próbálták ösztönözni a harcoló katonákat arra, hogy küzdjenek tovább, a háború még nem veszett el. Különböző tankok, rakéták, atomfegyverek és még sok más különböző harci eszköz hadba állításától várták a csodát, melyek azonban vagy túl későn, vagy sosem kerültek bevetésre. A következő pár percben ezeket nézzük meg egyessével. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Páncélosok. Habár itt több tankot is meg lehetne említeni, mi most elsősorban a Landkreuzer névre hallgató páncélossal kapcsolatban fogunk néhány egészen elképesztő információt megosztani. Kezdjük rögtön azzal, hogy ez a fenevad minden idők legnagyobb és legnehezebb páncélosa. Lett volna, ha elkészül. Az első tervek 1942-ben láttak napvilágot, melyek egy 35 méter hosszú, 1000 tonnás bestiáról szóltak. Összehasonlításképpen a II. Világháború legsikeresebb német tankja, a Tigris, 8 méter hosszú és 56 tonnát nyomott. Azt hiszem ez eleget elmond arról, hogy milyen őrült elképzelésnek számított ez. Hatalmas tömege miatt egyébként képtelen lett volna közúton, illetve hidakon közlekedni, azonban a több mint 10 méteres magasságának köszönhetően könnyűszerrel át tudott volna kelni egy folyón. Abszurdsága ellenére a 40 fős személyzettel rendelkező megatank ötlete elnyerte Hitler támogatását, azonban Albert Speer, a harmadik birodalom főépítésze 1943-ban elvetette a tervet. Na de hogy ne csak képzeletbeli tankokról beszéljünk, ejtsünk pár szót az Egér nevezetű harckocsiról, mely tényleg el is készült. Neve ellenére az Egér minden idők legnagyobb tankja, a maga 188 tonnás súlyával. A Landkreuzerhez hasonlóan az Egérről készült tervek is 1942-ben születtek meg, melyből azonban végül mindössze két darab készült el. A 10 méter hosszú, áttörhetetlen páncélú kocsik hamar pórul jártak, egyikük felrobbant, a másik pedig hadifogságba esett. Rakéták. Ezen a témakörön belül a V1 és V2 típusú rakétákra fogunk kitérni. A V1 rakéta különlegességét az adja, hogy ez volt a történelem első robotrepülőgépe. Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy a robotrepülőgép nem egyenlő a pilóta nélküli repülőgéppel. Habár elsősorban mindkettőt katonai célokra szokás alkalmazni, a robotrepülőgép a pilóta nélküli repülőgéppel ellentétben a cél eltalálásakor megsemmisül, mivel saját maga a fegyver. A pilóta nélküli repülőgép ezzel szemben többször is bevethető. Visszatérve a V1 rakétára, első, de még sokadik ránézésre is úgy néz ki, mint egy hagyományos vadászgép. Annak ellenére, hogy már 1936-ban elkezdődtek a fejlesztések, a kísérletezés során felmerült problémák miatt első bevetésére 1944-ig várni kellett. Ennek egyébként az volt az egyik fő oka, hogy a szövetségesek kettős ügynökeik segítségével folyamatosan szabotálták a kísérleteket, meghamisított teszteredményekkel, vagy éppen zavaró rádióhullámokkal. A több mint 2 tonnás fegyver végül London ellen lendült akcióba 1944. június 13-án, melyet Hitler egyfajta válaszüzenetnek szánt a normandiai partra szállás után. A 4 hónapon át tartó bombázás alatt csaknem 10 000 V1 rakéta csapódott be a Szigetország területén, mely bár több ezer civil áldozatot követelt, mégsem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ennek legfőbb oka az volt, hogy a szövetségesek igen hatékony, repülőgép elhárító radarrendszerrel rendelkeztek.
A V2, más néven FAU-2 típusú rakéta azonban már több fejfájást okozott a szövetségeseknek, melyet először 1944. szeptemberében vetettek be, ugyancsak Londonban, illetve később Belgiumban. A V1-hez képest két óriási előnye volt. Az egyik az, hogy teljesen hangtalan volt, így néma csendben, figyelmeztetés nélkül csapódott be. A másik előnye pedig a mozgó kilövő állomás volt, hiszen így sokkal nehezebben tudott az ellenfél csapást mérni rájuk. Bevetései során az egyik legnagyobb pusztítást az antwerpeni kikötőben tette, mellyel a németek valamelyest lassítani tudtak az Angliából a kontinensre szállított amerikai hadianyag utánpótláson. Mivel azonban rendkívül költséges volt ezen rakéták előállítása, ez sem tudott csodát tenni, 1115 rakéta 2754 ember életét követelte. A téma lezárásaként érdemes megemlíteni, hogy a háború végén rengeteg V-típusú rakéta került a szövetségesek kezére, melyek tanulmányozása igen nagy hatást gyakorolt, többek között a hidegháborús haditechnikára is. Atombomba. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük azt a fegyvert, amely az eddig említetteknél, de igazából mindennél nagyobb pusztítást tud végezni. Mint tudjuk, a II. Világháború utolsó évében az amerikai légierő vetett be atombombákat Hiroshima és Nagasaki ellen, mely szerencsére azóta is az egyedüli példa nukleáris fegyverek háborús alkalmazására. Na de mi köze az atombombának a német csodafegyverekhez? Nos, mindössze annyi, hogy a világháború alatt a németek is nagy erőkkel dolgoztak az atombomba fejlesztésén. A mai napig megoszlanak a vélemények azt illetően, hogy a nácik meddig jutottak az atombomba készítés műveletében. Egyesek szerint a német tudósok szándékosan hátráltatták a teszteket, mivel jól tudták, mekkora pusztítást tud végezni egy nukleáris fegyver. Más források ezzel szemben arról árulkodnak, hogy 1944 őszén és 1945 tavaszán atomfegyver kísérleteket hajtottak végre bizonyos német területeken. Annyi biztos, hogy a szövetségeseket igencsak aggasztotta, hogy nem tudnak semmit a német atombomba fejlesztés helyzetéről, ezért felállítottak egy szakértői csoportot, melyet azzal a feladattal bíztak meg, hogy térképezze fel a németek atomfegyver előállításával kapcsolatos kísérleteit. A projekt sikeresnek bizonyult, begyűjtöttek 1100 tonna német uránt, valamint több német tudóst is elfogtak. A szakértői csoport által begyűjtött elemekből és információkból a szövetségesek azt a következtetést vonták le, hogy a németek jócskán mögöttük járnak a nukleáris programban, személyi és anyagi tekintetben egyaránt. Ez valószínűleg így is volt, hisz német atomtámadásra sosem került sor. Miután egyébként híre ment, hogy az Egyesült Államok atomtámadást intézett Japán ellen, a fogvatartott német tudós Weizsäcker a következőket mondta. Szerintem mi azért nem csináltuk meg a bombát, mert a német fizikusok elvből nem akarták megcsinálni. Ha valamennyiünknek szívügye lett volna, hogy Németország nyerje meg a háborút, bizonyára létre tudtuk volna hozni. Hogy ez így volt, vagy sem, már sosem tudjuk meg. Ti mit gondoltok? Írjátok meg kommentben. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na, sziasztok!